Rű, Enze Minko, tehát ez nem tudta tenni, Rühöz vissza. Augsted. Enze Minko is, minthogyha MTK-s kézről pattant volna be a sáncról. Pedig lábbal ezt most jól követték, kimondottan a kékmezesek. Kicsit olyan volt, mintha megunta volna a sok passzolgatás, hogy jó, akkor kézből veszem én a dolgokat, aztán lövök egyet onnan középről, jól tette. Ez a 13. MTK találat. Enze Minko. Ha unta is ezt úgy, mint előbb, nem várt annyit velem. Végső megoldásként, ha nem jön össze, akkor egy ugrás és lövés. Most valakit le kell cserélni, vagy éppen fent kell hagyni. Szerintem most abszolút az idő az, ami számít, hogy kinek mennyi percet kell a pályán töltenie, és mennyit javasolnak neki pillanatnyilag, úgyhogy szerintem most ezek a döntő tényezők, nem pedig a teljesítmény. Nagy védése után most egy indítással Enze Minko hátrálnak vele szemben, és 1 perc 25 másodperc alatt meglövi a második gólját is. A nyitott védekezés, amivel a Győr elkezdte ezt a második félidőt, azt egyébként az MTK az első akció nem mintaszerűen döntötte romba. Törű, Enze Minko, Oftedal. Fodor Csenge már a cseréhez futott le, Enze Minko viszont megveri a vele szemben védekezőt, és megveri Győri Barbarát is. A harmadik gólja a második félidőben, és ezzel egyelőre 3-0-ra nyeri ezt a játékrészt a Győr. Hirtelen nem tudták, hogy melyik irányba fog elindulni, aztán két óriás lépéssel elment mellett. Rű együttközés után majd Enze Minko. Ezek szerint akkor nem sérült meg annál a bizonyos esésnél, nem, amikor... Szerencsére, jól van. Váltamara kiejti, vagy inkább elsodorják a kezéről. Enze Minko messzebbről, de ugyanez a forgatókönyv. Üres kapura, 11 gólos vezetés jelentő találat. Hát, ő ebben a szerepkörben, ebben a zavaróban, vagy... Ha nem is ott szereznek labdát a győriek, az egyből induló emberként, ez nem nagyon él. Bizony, ez nagy fegyőre lehet a Etónak.